És egy alternatív megoldást, illetve lehetőséget fog mutatni az ülő helyzetben olvasása, tehát amikor összegörnyedve a fotelban, a kanapén, az ágyban ülsz, olvasol, dolgozol, tanulsz, bármit is csinálsz. Ezt időnként lecserélheted egy másik pozícióval, mint például a hason fekvő helyzet, egy alkartámaszos helyzet. Ebben a helyzetben sem lehet túl sokáig lenni, illetve sokat gyakorod, akkor már igen, én simán el tudok dolgozni ebben a helyzetben már egy órát, de eleinte valószínűleg nem lesz annyira kényelmes. Ennek az előnye az, hogy dolgoznak a hátizmaid, nem pedig egy ilyen teljesen passzív, megnyúlt helyzetben vannak, és közben nyúlnak itt a csípőhajlítók, nyílik a mellkasod, aktívan dolgoznak bizonyos izmok a vállad körül is. Van azért egy-két dolog, amire érdemes figyelni, hogy azért ne tedd tönkre a derekad, nyakad, vállad. Mindjárt mutatom is, és utána is mondom. Tehát szükséged lesz egy párnára, egy vastagabb párnára, vagy egy takarót összegörgethetsz vastagabbra. Ezt a alhas alá fogjuk elhelyezni. Hát nagyjából így, alkartámaszban vagyunk, de nem engedjük, hogy így beessen a nyak és a váll, ez nem jó. Tehát folyamatosan tart, támaszkodik a kar a talajba. Ne engedd azt, hogy fölcsúszol, hanem szélesítsd a vállad. Gondolj arra, hogy széles a vállad, hosszú a nyakad. Jó, de ne legyen ez, hanem aktív, stabil a rendszer. A medencéd úgy van jó alátámasztva, hogyha egyrészt kényelmes, másrészt nem túlságosan homorít a derekat. Tehát mutatok rá mondjuk egy rossz megoldást. Amikor túlságosan lentre teszed, akkor ez nem igazán lesz kényelmes. Tehát alhas és a medence felső része. Ebben a helyzetben ugye nyúlnak, lazulnak ezek az izmok, akár hozzá tehetsz egy kis nyújtást is időnként. Ha pedig elfáradt a vállal, mert általában ez a terület szokott elfáradni, és már egy gyakrabban mész bele ebbe a helyzetbe, akkor gyere ki belőle, válts pozíciót, menj vissza az ülő helyzetbe, aztán amikor abban is benne voltál egy fél órát, akkor gyere vissza újra.